Nem mindenki kapott tavaly fizetésemelést. Ez a Békés megyei asszony ugyanannyit vitt haza, mint tavaly előtt, nettó 146 ezer forintot havonta. Még emellett a munka mellett van egy másodállásom takarítás, amit napi négy órában végzek. És így abból tudjuk finanszírozni még az, hogy egyáltalán valamiből megélünk. Az országos átlagkereset tavaly meghaladta a bruttó 367 ezer forintot havonta a KSH friss adatai szerint. 11,4%-kal emelkedett egy év alatt. Ennél többet csak Györmoson Sopron megyében is Budapesten kerestek. A fővárosiak a legtöbbet, havi 460 ezer forintot. Miközben Szabolcsat már Berekben a bruttó átlagbér a 253 ezeret sem érte el. A különbség meghaladta a 207 forintot, több mint tizedével nőtt egy év alatt. A bérkülönbség fokozódhat a szakszervezetek szerint. Növekszik majd ezekből a térségekből az elvándorlás, ezáltal egyre kevesebb fogyasztó lesz ezekben a helyeken, és így a cégek kerülnek nehéz, nehezebb helyzetbe, ami egy negatív spirált eredményez, csökkenő gazdasági teljesítmény, csökkenő béreket. A kormány két és fél éve híradónknak azt írta, mérséklődtek az egyes régiók között évtizedek óta meglévő bérkülönbségek. Aztán újra mélyülni kezdett a bérszakadék, bár az illetékes államtitkár tavaly nyáron még optimistán nyilatkozott. Helytáló az, amit kell. 2022 mondtunk, hiszen abban az időszakban, abban a tendenciában értelmezhető volt a csökkenés, még ha ez kisebb mértékű is volt. Most ugyan egy hajszálnyival nőtt a különbség, valóban így van, de reményeink szerint ez azért befogálni és közeledni fognak a bérek. A kormány most azt írta, az uniós átlaghoz képest kisebbek a jövedelmi egyenlőtlenségek nálunk, de javulásra számítanak. Szerintük a minimálbér és a garantált minimum 8-8 os emelése mérsékli az országrészek közötti különbségeket.